Sziasztok! PET, azaz PETMED Express INC, ennek a csártyát fogjuk megtekinteni napos csárton, a CBOE csártyán. Ez egy érdekes részvény, egy érdekes felvetés, és látjátok, hogy egy szép nagy betűkkel ide ki is írtam egy üzenetet. Erre mindjárt kitérünk, addig is kitörlöm. A következő a helyzet. Láthatjátok, hogy nagyon szép, nagyon likvid mozgása van az árnak, tulajdonképpen elég nagy múltra tekint vissza, tehát mindenféleképpen érdemes megtekinteni, de az emelkedéseket és a csökkenéseket bár szignifikánsnak nevezhetjük, ugye látjuk, hogy igazából itt nőttek meg, ez pedig ugye 2017-től volt, hogy egyre több pénz áramlott be a piacra, de mégis nem képes egy bizonyos szinten feljebb haladni, és így is elég nagynak mondható ez a range mozgás, úgymond. Persze range mozgás nagyon idézőjelbe téve, hiszen ezek nagyon nagy mozgások. A következő, a felirat, amit ide írtam, hogy nem befektetés, az azért van, mert valószínűleg a cég esetében nem kifejezetten a befektetők vannak nagy arányban, hanem a kereskedők, és ez tényleg abból lehet látni, hogy bár hosszan tartó mozgások ezek, ahhoz túl rövidek, hogy egy komoly befektetési rendszernek a része legyen, és esetleg a befektetők, nagyobb befektetők hosszabb ideig tartsák a részvényt, ráadásul a sűjjedései is igen agresszívok a korrekciókkor, tehát ez azt jelenti, hogy ha van is befektető, az nagyon rövid időre van jelen, úgyhogy inkább kereskedésnek minősíteném. Tehát így kell hozzáállni a céghez, kereskedés szempontjából kell megtekinteni, és akkor igen, igen fontos, hogy mit alapján is próbáljuk megkereskedni, hiszen hogyha ilyen likvid a mozgása, tehát ennyire nagy mozgásokra lehet számítani, akkor nyilvánvalóan érdemes a kereskedésen gondolkozni. Az egyetlen kérdés csak az, hogy milyen módon érdeke, érdemes ezt megtenni. Nos, előzőleg én már elkészítettem a ciklikus elemzést erre, most már csak be Illesztem ide a ciklusok, ciklusoknak a jelzéseit, mert ugye ezt nem fogom a videóban megtenni, mert igen egy hosszadalmas procedúra, és abban majd egy másik videóban fogunk átmenni egy másik szinten természetesen, de most ide rakom az elemzésnek az eredményét, és láthatjuk, hogy megkapjuk ezeket a ciklusokat. A ciklusait egyébként nagyon szépen betartja a részvény, tehát szépen reagál rájuk, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a kereskedők a ciklusokat követve nagyon szépen kereskedik. Így szeretnénk mi is tenni, és ebben az esetben a leges-legeredményesebb kereskedési forma az, hogy megkeressük a struktúrákat, és leginkább a csatorna mozgásokat, amikbe bele lehet nyúlni. Most még egyszer kihangsúlyozom, hogy napos csártot figyelünk, tehát úgy kell hozzáállni, hogy egy gyertya, amit itt láttok, hogyha kinagyítom még jobban, akkor az egy teljes napnak a mozgása. Láthatjuk, hogy sokszor fordul elő a felszpájkolás, ez valószínűleg egy Wall street hype a cég esetében, ahol belevásárolnak a daytraderek, aztán egy pár nap múlva ezt el is engedik, vagy már elengedik korábban, de a következő napra még többen vásárolnak be, akkor esetleg akár, ahogy itt láthatjuk, három napon keresztül is nyomhatják fel az árat, de aztán egy kiszúrt célárnál ezt elengedik, és folytatják tovább a sortolást, vagy egyszerűen csak leállnak a vétellel. Itt is egy napig volt egy felszúrásunk, azonban a ciklust követően. Arra lehet számítani, hogy enyhe emelkedés lesz majd most a részvénynek az árában, de én ezt nem úgy kereskedném meg, hogy bevásárolok és tartok ameddig csak lehet, aztán majd egyszer ha úgy gondolom, akkor eladom, hanem pontosan a struktúrákat figyelném és azoknak is az alját. Az emelkedést is így kell értelmezni. Az emelkedés ebből a szempontból nem az azt kell figyelni, hogy milyen magasra lő fel az ár, hanem hogy a visszasügyedésekkor milyen ábrát mutat nekünk, tehát a visszasüllyedések az alsó trendvonat mutatják, tehát itt is láthatjuk, hogy az emelkedés azért, mert az alsó trendvonal emelkedett a ciklus végén, a süllyedés azért, mert az alsó trendvonal süllyedő trendben volt, majd ugyanígy vehetünk végig, és most is egy ilyen hasonló alakzatra számítok. Csatorna mozgásokat kell keresni, és azokat megkereskedni. A egyetlen példát fogok most bemutatni, mert bárhova rá lehetne ezt vetíteni, csatorna mozgásokat pedig itt láttok például, ez egy csatorna mozgás a felső trendvonalával és az alsó trendvonalával. Ez azt jelenti, hogyha bet bekerül az ármozgás egy ilyen csatornába, akkor arra kell számítani, hogy a csatornán belül marad, és mindaddig, amíg belül marad, addig tulajdonképpen trendvonaltól trendvonalig vétel, eladás, vétel, eladás, vétel, eladás pozíciókkal kell. Természetesen, ha vétel van, akkor a trendvonalnál azt be kell zárni, és várni, amíg lesüljed, vagy eladási pozíciót nyitni, ez tőletek függ, és természetesen a szinteket is figyelembe kell venni, hiszen láthatjuk, hogy például itt a süllyedés után még elérte a trendvonalat, emelkedés elérte, a süllyedés még mindig elérte, az emelkedés megint elérte, de itt a süllyedés már nem érte el, mert kilenthetjük, hogy határozottan van egy rövid távú ellenállás ezen a szinten, ami megakadályozta, hogy rövid távon lejusson az ár, a trendvonalig. Ezt persze később megtette, de a felső trendvonal érintése után. Szóval viszonylag biztonságosan a csatorna mozgásokat ki lehet használni a csatornán belül. Ha pedig kitörik, akkor természetesen a törésnél, konfirmált törésnél érdemes megpróbálni egy vételi pozíciót abba az irányba. Láthatjuk, hogy elindult felfelé, és túl nagyot ment joggal gondolhatja a kereskedő, hogy nem mertünk oda beszállni, mert van ez a szabály, ugye bár, hogy amíg nem zár a gyertse, nem konfirmálhatjuk, hogy törés történt, hiszen visszazuhanhat alá. Azonban igen, ez a veszély megvan, hogy akkor elmegy a vonat, de inkább menjen el egy vonat, mint hogy beszállunk egy olyan vonatra, amiről nem tudjuk, hogy merre megy. Nos, ez nagyon jól sikerült egyébként, mert a felszúrás után egy rögtön egy nagyon komoly süllyedés volt, történt, ami lényegében a visszaigazolás volt a trendvonalra, tehát ez a szignál, ez a jel, hogy innen megint elindultunk felfelé, ez már egyfajta jelzés nekünk arra, hogy akkor itt egy Hosszabb távú, illetve idézőjelben hosszabb távú emelkedés lehet. Azt mondom, hogy egyébként szeptemberig mindenféleképpen egy ilyen emelkedésre lehet számítani, hogyha az alsó trendvonalat veszük majd figyelembe. De nem tudjuk jelen pillanatban, hol az alsó trendvonal, mert egyetlen pontot tudunk a kitörés után meghatározni, és az ez a pont a visszaigazásnak a pontja, mivel az első visszafordulási, azaz alacsony pontot kialakító ármozgás volt. Úgyhogy majd idővel kell számítanunk egy következő süllyedésre, ami ki fogja alakítani a következő alacsony pontot, de ettől függetlenül jelen pillanatban ez rövid távon kihasználható lehetőség. Szóval én ilyen szempontból kereskedném ezt a részvényt, csatornákra, illetve annak kitöréseire koncentrálnék, és viszonylag idézőjelben rövid távú pozíciókat indítanék. Nálam rövid távú pozíció az azt jelenti, amit itt is láttak, hogy mondjuk ha innen indítasz egy eladási pozíciót, az egy, kettő, három, négy, öt, hat napig tartott, aztán egy vételi pozíció három napig, eladási pozíció következő hat napig, vételi pozíció 7, illetve 8 napig, és szépen így tovább. Itt volt egy picit hosszabb, amíg elért az alsó trendvonalat, az innen indított eladás, ugye ez így végigment egy ilyen hullám, a végén csak elérte a trendvonalat, adáig nagyon szépen lehetett tartani a pozíciót, az érintésnél bezárni, és azért kell bezárni mindig az érintésnél a pozíciót, mert nem tudod, hogy törni fog-e vagy sem, de látjuk azt, hogy sokkal többször nem töri, mint ahányszor töri, így erre kell számítani. No, ez egy kis oktatóanyag is volt, ingyen és bérmentve, úgyhogy nagyon szívesen, nem sokára jövök vissza a következő elemzési videóval, addig is kellemes kereskedést, sziasztok!